nincs semmi alakítása, amilyen csak egy ilyen nagyobb. Ja, nem tudom, hogy képzelni. Majdnem azt, hogy el tudom képzelni, de nem tudom. Tamás, akkor előtted elmondom, vagy utánad? Nem, előttem. Jó. Kata, és akkor te mondod, hogy utána Krisztián. Én megköszönöm még valamit, hogy jó. Ha megveszed említve, jó. Igen, de hát ugye az első hatalmat. Szeretettel köszöntök mindenkit. Fantasztikus érzés, hogy ilyen sokan eljöttetek. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a tanároknak is egészségedben. És nagyon bízom benne, hogy akik állnak, kibírják, mert egy fantasztikus előadást fognak hallani a jelenlévők. És még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép létszámban egybegyűltünk. Tölgyesi Katalin vagyok, és az Átalakulás Galéria rendezésében megnyitjuk most azt a kiállítást, amit lenn az aulában lehet majd látni. Horváth Ernő fotóriporter kollégámnak van egy fantasztikus gyűjteménye, amiből egy nagyon-nagyon szűk válogatást sikerült most itt bemutatni. Ez 89-91-es időszakot öleli fel, de erről majd hosszasan Ungváry Krisztián tanár úr fog beszélni. Mielőtt még elkezdenénk ezt a jeles eseményt, szeretnék egy pár gondolatot elmondani arról, hogy számomra tulajdonképpen miért annyira fontos ez a kiállítás. És nagyon köszönöm a Budaörsi Városházának és a vezetésnek, hogy ezt lehetővé teszi, és immár tényleg 6. éve vannak olyan rendezvényeim, aminek keretén belül nagyon fontos eseményekről emlékezünk meg, és tulajdonképpen ez az alkalom is erről szól. A tanú annyit jelent, ott volt a helyszínen, jelen volt, látta az eseményeket, valós beszámolója van a látottakról. Ha meg rögzítette, akkor az viszont vitathatatlan, mert látható a valóság. Belső késztetés hajtja a szemlélőt, hogy ezt rögzíteni kell. Csak később villan át az agy rejtett hullámai, hú, ez nagyon fontos. Ami itt történik, ez történelem. Igen, a történeteim valóban történelem. Ez a kiállítás címe is. Nézzük a különböző amerikai filmeket, és próbálunk azonosulni a főhőssel, aki egy háborús övezetben vakmerő módon talán föl sem fogja, hogy az életét kockáztatja, arra koncentrál, ahogyan a fényképezőgépet magához szorítja, hogy éles legyen a kép, talán a komponálás is másodlagos, de azt ott, akkor, amit lát, azt rögzíteni kell. Méghozzá legfontosabban, és minél közelebb az eseményhez. Dokumentálni. Ez akkor a legfontosabb. Majd a laborban a filmcsék, a negatív lehetőséget ad a kiválasztásra, hogy melyik az igazi kép, melyik a legfontosabb, a legütősebb. Csak jó legyen az expozíció, és ne sérüljön a film, ne kapjon fényt. Azzal ugye nem sokat lehet kezdeni, ha a rendőre erőszakkal elkobozza a fényképezőgépet, és kitépi a filmet. Ezek után már csak az élmény hagy nyomot, és nem a fény a bátorság? Igen. A bátorság a legkifejezőbb ebben az esetben. Igen, létezik. Ebben a szituációban, ebben a szakmában, pláne a Horváth Ernőről beszélünk, igen, a bátorság nagyon fontos jelző. Akkor is, ha nem lehet tudni, hogy ebből lesz megjelenés, akkor is, ha csupán az esemény dokumentál. Hogy ne kellene bátorság, meg kurázsi, ahogyan a magyar nyelv ezt remek szavakkal fejezi ki. Gondoljunk csak bele, a sűrítő golyók nem tudják, hogy egy eseményt hűen rögzítőt ki kell kerülniük. Mint ahogyan volt olyan eset, amikor a golyó hangja jelezte, ez bizony nagyon közel volt. Igen, nagy bátorság kell kint lenni a harcok közepette, a veszélyes terepen, az ismeretlen vidéken. Kell a józan ész, a megfontoltság, a helyzet felismerése, és az sem árt, ha olyan képességek birtokában van az ember, ami a gyors távozáshoz szükséges. Erről van egy saját élményem, de többek azt mondják, hogy ezt most nem kellene elmondanom, de talán majd elmondom.
tényleg 86-ban voltunk in Erdélyben, és a Magyar Színházi Intézet kérésére idős magyar színészekről dokumentációs anyagot kellett gyűjteni, portrét készíteni. Én, mint a Magyar Rádió munkatársa, kimondtam, és az Erdővel mentem, ő, mint hiper-szuper autóvezető. És 86-ban még nagyon sűrű, borzalmas időszak volt Romániában, az úgynevezett szekú, az igencsak beleavatkozott az emberek életébe, és egy méregzöld, csúnya zsiguli folyamatosan követett minket, az Erdő autójával voltunk, és egyszer csak az egyik távozáskor, amikor eljöttünk egy idős magyar színész házából, akkor mondta az Erdő, hogy akkor ezt talán most komolyan kellene venni, hogy folyamatosan ott van mögöttünk ez a sötét zöld zsiguli. És valami tényleg isteni csoda folytán, nem is tudom hogyan, átsuhantunk, tényleg filmben jövő jelenetek és kockáin keresztül, az alatt nagyon szuper nyugati autóval, amit ő vezetett, nagyon jól is vezetett, de felismerte a helyzetet, és átrepültünk a határon, és akkor megálltunk a határ után, a magyar oldalon, akkor kiszállt, remegő lábakkal cigire gyújtott, és akkor kérdeztem nagy naivan, hogy mi volt ez a különleges kaland, és akkor mondta Erdő, hogy bizony nagyon komolyan kellett lenni. Tehát tényleg az Erdő egy számomra is egy fantasztikus ember, de a munkássága mindenféleképpen ezt is alátámasztja. Tehát Horváth Erdő, szeretném a felállnát. Köszönöm, hogy itt voltam. Köszönöm, Erdőt. Ő fotoriporter, aki szinte mindegyik rendszerváltó eseményen ott volt és fényképezett. Vannak képei Nagy Imre és mártír társainak újra temetéséről, ez lent látható, a berlini fal lebontásáról szintén, a jugoszláv háborúról, a moszkvai pucsról, a romániai forradalomról, vagy éppen a bős nagymarosi vízlépcső elleni tüntetésről. Ami itt látható lent az aulában, az egy szubjektív válogatás, de arra törekedtem, hogy olyan oldalát is mutassuk be Horváth Ernőnek, ami a dokumentálástól eltér, önálló létező vizuális nyelv, ami csak az alkotóról szól. Igen, szeretném megjegyezni, hogy itt vannak olyan képek, amiket még talán senki sem látott, és valóban az ő lírai oldaláról szól. Arról a mély érzésű emberről, aki az egyén küzdelmét, a szabadság iránti oldhatatlan vágyát olyan alázattal és sokatmondó látással tudja elénk tárni, mint aki szintén a szabadságra vágyik. Ezek őszinte alkotások. Horváth Ernő képei személyességet, emberközeliséget, megrázó pillanatokat mutatnak a szemlélőnek. Köszönöm szépen! Mint minden ilyen alkalommal, amikor valami nagyon nagy eseményről szeretnénk megemlékezni, megtisztel minket Budaörs polgármestere, és most is felkérem, hogy Wittinghof Tamás mondja el a köszöntő beszédét. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és ahogy itt elhangzott egy kiállítás képei, nem a Muszolszkij féle, hanem Horváth Ernőnek a képei az apropója annak, hogy ma itt ez a rendezvény létrejött, és hát engem is meghat, hogy ilyen sokan vannak jelen, nem tudom, hogy ennek az az oka, ha visszaemlékszem a diák éveimre, akkor azért örültem, hogyha tanóra helyett egy előadásra kellett menni, de szerintem ez most nem olyan lesz, mint a mi időnkben volt, amiről majd néhány szót fogok ejteni, hanem nagyon értékes előadásról lesz szó. Ugye a kiállítóról már Tölgyesi Katalin, akinek szeretném ezúton megköszönni a rendezés megszervezését, ejtett szót, és szerintem tartalmilag a mai nap előadása lesz talán a legfontosabb, hiszen Ungváry Krisztián, akiről nem tudom, hogy a diákok mennyit tudnak, de mindenképpen a rendszerváltáshoz, és mint hát te akkor jóval fiatalabb voltál, talán még nálam is 20 év körül lehettél a rendszerváltás környékén. Igen, én belegondoltam, abba kicsit csapongok, hogy vajon a mai diákoknak mit jelenthet a rendszerváltás, és akkor elkezdtem számolni, amikor én ilyen idős voltam, mint ti, akkor 56 az egy ilyen 15-16 év távlatában volt, és bizony nem sokat tudtak akkor a gimnazisták arról, hogy mi határozott meg, hogyan alakult aztán történelmi, ennek más okai is voltak, de hát
ahogy én az életemnek a felét abban a bizonyos diktatúrában éltem le, a másik felét meg abban a reményben, hogy attól egyre távolabb leszünk, hogy ebből mi valósult meg, az egy másik kérdés, de az az érzésem, hogy nagyon sok mindent, ami a rendszerváltást körül övezi, arról nem tudtok. Ungváry Krisztián nagyon sokat foglalkozott például az ügynök akták kérdéseivel, ami az egyik legnagyobb hiányossága, vagy talán legnagyobb bűne volt a rendszerváltásnak a mai napig tartó időszaki, hogy ezeket nem tárták föl, és gyakorlatilag nem lehetett egyfajta tiszta lappal kezdeni. Nem tudom, hogy tudja-e minden jelenlévő. Tegye fel a kezét, aki tudja, hogy mik az az ügynök akták. Ha sejtettem, igen, vagy viszonylag kevesen. Szóval abban a bizonyos rendszerben, amit szocializmusnak hívtak, egy párti diktatúráról beszélünk, abban egy besugó hálózatot működtettek, és azt az egész rendszert, hát ha nem is ezt tartotta életben, de legalábbis félelemben meg egyfajta rendben tartva a társadalmat, hát gyakorlatilag az összes aljasságát össze lehet foglalni ezen keresztül is annak a bizonyos rendszernek, és az, hogy kik voltak annak idején azok, akik beszervezték, megfélemlítve, vagy önként vállalva a besugó hálózatot, és kik voltak a tartótisztek, ezzel kapcsolatban nem sok minden született, nem sok mindent lehetett megtudni, ezért aztán a rendszerváltás után különböző módszerekkel lehetett a politikai szereplőket zsarolni, vagy éppen őket félretenni, ennek is voltak technikái. Nagyon hosszasan lehetne beszélni egy bevezetőben. Számomra a rendszerváltás egy eufórikus pillanat volt. Éltem egy olyan társadalomban, ami tele volt hazugsággal, és amelyikben hát sok mindenről nem lehetett beszélni, ha mégis valaki beszélt, az azért elég veszélyes volt. És eljött az a pillanat, amikor az, amit egyébként nem is hittünk el, hogy el fog következni, hogy bekövetkezhet, hogy egyszer az a bizonyos nagy medve a Szovjetunió elemekre fog széthullani, és a szovjet érdekszférába tartozó volt szocialista országok elindulhatnak egy demokratizálódási folyamaton. Hogy ennek milyen forgatókönyvei voltak, erről szerintem szintén Ungváry Krisztián fog beszélni. És hát ugye az is nagyon fontos, és erről persze megint hosszas előadásokat lehetne tartani, hogy az a bizonyos emlékezett politika, ami egy társadalomnak a jelen korában jelen van, hogy az milyen módon viszonyul a múlthoz. Hát én ma azt tapasztalom, hogy ahogyan azt megszoktuk már korábban az úgynevezett egypártrendszer idején, kissé megpróbálják átírni azt, hogy mi és hogyan történt, kinek milyen szerepe volt. Gondoljunk csak éppen az 1956-os eseményekkel kapcsolatos kérdésekre, vagy akár a rendszerváltásére. Hiszen azért a rendszerváltás előtt létezett egy úgynevezett demokratikus ellenzék, az ő szerepükről viszonylag ma kevés szó esik, miközben mondjuk a mai miniszterelnök szerepe, hát meglehetősen fölnagyítva szerepel ebben a kérdésben, majd a történelem és a történetírók vagy a történészek nyilván ezt hosszú-hosszú folyamatok útján helyre fogják tenni. Az élet az egy, nagyon érdekesen írja a történeteket. Tegnap lelkiismeretem okán, miután egy évbe költöztünk az új lakásunkba, próbáltam egy kicsit rendet tenni az egyik ilyen kupacban, amihez még nem volt időm hozzá nyúlni, és a könyvek alatt kezembe került egy ilyen kis kiadvány, nem tudom, hogy ez a jelenlévőknek mond-e valamit. Ez egy beszélő, ami 1985-ben, nem szóval csak kinéz, szerintem ehhez némi köze volt a testvéretnek, hogy ez a kiadvány megjelenhetett. Annak idején a demokratikus ellenzéknek nem nagyon voltak arra eszközei, hogy megjelenjenek. A hivatalos médiában semmiképpen nem, ezek stencilezett, szerintem azt sem tudjátok, hogy mi az, hogy stencilgép, szóval ez egy abban az időben egyfajta sokszorosító eszköz volt, hogy egyszerűsítsük le a dolgot, és hát a demokratikus ellenzék ezeket elkészítette, megfogalmazta benne az álláspontját, és hát persze illegálisan próbálta terjeszteni, őszintén szóval ilyet birtokolni sem volt veszélytelen annak idején, készíteni viszont nagyon is. És úgy belelapoztam ebbe a 85-ös kiadványba, és akkor van egy olyan benne a 105. oldalon, hogy a demokratikus ellenzék
felhívása, és úgy megmosolyogtam, hogy milyen követelések hangzottak el. Akkor volt Magyarországon egy úgynevezett Európai Kulturális Fórum, ahol természetesen az akkori hatalom elmondta, hogy Magyarországon minden rendben van, nincs cenzúra, jól működik a média, és mindenkinek van szabad lehetősége arra, hogy a véleményt kifejtse, ilyeneket hallom manapság is. Ez akkor sem volt azért ennyire igaz, hiszen az állami média egy kézben volt, az egy pártnak a kezében volt, kiadványok nem jelenhettek meg, nyugati sajtó sem jelenhetett meg, és ilyen követelések szerepeltek benne, hogy szüntessék meg a tájékoztatás állami monopóliumát, véget kell vetni a könyvkiadás állami monopóliumának, és a legérdekesebb a Szabadságot a Tudománynak és az Iskolának címszó alatt szerepelt, vagyis hogy állítsák helyre, illetve biztosítsák az egyetemek és más felsőoktatási intézmények, valamint a Magyar Tudományos Akadémia autonómiáját. Az embernek néha ilyenkor déjà vu érzése támad, hogy jé, mennyi idő telt el a rendszerváltás óta, 3 évtized, és minthogyha ezekkel a problémákkal ma is aktívan kellene foglalkozni. Hát kicsit csapongó bevezető volt ez, tényleg én órákig tudnék arról beszélni, hogy a rendszerváltás környékén milyen elvárások, milyen remények voltak a társadalomban. Tényleg sokan azt hitték, hogy egyik pillanatról a másikra utol fogjuk élni Ausztriát, azóta is mindig azt hiszük, és azóta is mindenki elmondja, hogy hamarosan. Ez egy ismerős történet, a rendszerváltás előtt is voltak dolgok, amiket hamarosan akartunk utolérni, és aztán egyre távolodtunk tőle. Azt én pontosan tudtam, hogy az nem valósulhat meg, hogy pillanatok alatt a fejlett nyugati polgári társadalmak, ahol több pártrendszer működik, szabad piacgazdaság működik, azt utolérhessük, de a remény az az volt, és a saját szakmámat azért adtam föl, mert azt gondoltam, hogy a közéletben van tennivaló, és egy olyan országot építhetünk, amiben majd mindaz, ami a reményeink szerint ott felsorakasztatható volt, megvalósul. Hát ez nem mindenben sikerült, hogy hol tartunk ma, arról ma nem fog szó esni, de arról, hogy milyen módon alakult rendszerváltás, annál több, úgyhogy jó tanácskozás, és remélem, hogy sok hasznos információval fogtok gazdagodni. Köszönöm a figyelmet! Az a hatalmas öröm ért minket, hogy az IS Gimnázium tanári kara segítségével nagyon sok diák eljött, és főleg az IS Gimiből vannak itt diákok. Gondolom nem meglepetés, hogy két ifjú zenei produkcióval színesíti ezt az eseményt, és szeretném fölkérni a zongoránál Szarvas Dánielt és Hajdu Zsófi Anna énekel most, és köszönjük szépen ezt a produkciót. Két külön produkció. Elnézést, tévedtem, ez két külön produkció. Énekel a hölgy, és utána pedig a zongora művelt a fiatal ember fogja. Csere bogár, mondd meg nékem, mikor lesz anyám? Húsvét után tavasz világ, s aztán jönnyel. Mikor erdők béborulnak, s emezők
Thank you.
Magas Dánia egy gyönyörű muzsikáját hallhattuk, és most fölkérem Ungváry Krisztián történészt, hogy erre az alkalomra elkészített előadását osztam meg velünk. Krisztián, lámpát elújtjuk! Lámpát elújtjuk! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves hallgatóság! Mielőtt magára az előadásra rátérnék, arra gondoltam, hogy két hangdokumentumot megmutatok. Ezek rövidek lesznek, de talán segítenek abban, hogy megértsük, hogy mi az, ami le lett váltva valójában. És akkor jövet is. Kádár János beszél egy kádár. Mi administratív intézkedésnek hívunk? Hát az administratív. De nem mindenügyi. Tehát mondja, úristen, tehát annyi ember sír a telefonért. Ezért nem van telefonjuk, kocsijuk, annyi rossz, hibás kocsi jár, meg rosszul vezet, iszik is egy kicsit közben, nem mi az Isten, miért tudom, milyen ember keszembe eljár. Rámenni. Egyszerűen rámenni. Az Isten itt az anyjának. Hát ezt mindenki a világon csinálják az ilyesmit, és ez még nem is annyi, hogy kellemetlenkednek nekik. No? Mert már harmadszor veszik el a hajtási igazkodmányt, hogy mit többé már rosszabb, de hát nem lehet azt megcsinálni. Lakást is. Megállapítják, hogy életveszélyes. Ki átteszi szükség lakásra, hogy mit tudom én. És ennek egy millió módja van, amit úgy jutott, hogy kellemetlenkedni kell neki. De ezt nem is hogy... Na. Végül erről a kétféle közlésre elfelejtettem mondani, hogy valakinek van lelem, stílén is fog publikációja, és itthon is. Mondják a sajtótörvény hiányos, ezt terészet. Itt az egyik felől mi kezünkbe van? Hát ezt meg lehet mondani a Magyaristen, hogy akárkinek is, akármilyen rangos embernek, öregem, ha te odaírtál, itt egy betű tőled meg nem fog jelenni. Hát akkor panaszkodjon is, a szabad Európa ezt mondja, semmi kifogásom ellene a betegészetet. Ugyanezt érzem, hogyha megtanuljuk őket szekálni, meg megszállni, ezzel panaszkodjanak a szabad Európa. A rádiója, a tévéje, a magasítvéje, neki meg a gyilkos ételet, és engedélyt elvették, hogy is panaszkodjon. Ez a kis kedélyes beszélgetés, amit hallottunk, ez Kádár János, a politikai bizottság, azaz a legfelsőbb döntéshozó fórum előtti cseveje volt, amiben azt elemezgette, hogy azokkal szemben, akik nem a rendszer hívei, tulajdonképpen mit kell elkövetni, és visszahallgatva ezt a hangfelvételt, hogy eléggé elgondolkodtató ennek az embernek,